Jó estét kívánok! Hamarosan április 20-ától látható a mozikban Török Ferenc új filmje, amelynek az a címe, hogy 1945, nem is véletlenül, hiszen a történet 1945 egy forró augusztusi napján játszódik, mindjárt kifejtem pontosan, hogy mi is ez a történet. Meghívtunk két olyan embert, akiknek nagyon fontos szerepe van ennek a filmnek az elkészültében. Szántó T. Gábort, akinek a novellája alapján ketten együtt a rendezővel írták a forgatókönyvet, és Szarvas Józsefet, aki a film egyik kulcsfigurájának a megtestesítője. Örülök, hogy eljöttetek, és külön köszönöm, hogy Debrecenből is felutaztál, ahol éppen Danden Györgyöt játszol. Szóval 1945, ez a film címe, 45 augusztusának egy napján, két zsidó megérkezik egy faluba, Kelet-Magyarország, Gábor? Kelet-Magyarország, de játszódhat tulajdonképpen bárhol Európában. Kelet-Magyarország egy falujába, vasúttal, és elindulnak befelé a közösségbe. És a közösségben nagyon sok történet játszódik le ez idő alatt. Mindenki elkezd viszonyulni ehhez az új helyzethez, hogy megérkeznek valakik, akiknek a vagyona ott van, de már mások népesítik be ezeket a házakat, már másoké ezek a tárgyak, és hát erre nagyon különféle válaszok születnek. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, szeretnék megmutatni egy jelenetet ebből a filmből, Szirtes Ági és Szarvas József egyik jelenetét, akik házastársakat alakítanak. Itt vannak. Hallod? Itt vannak a faluban. Tudom. És? Fiat hősi halált halt a fronton. Van még két másik. Törvényesen utalták ki a házat, nem? És ha a pollákék is visszajönnek? Hagyd már ezt a pálinkát! Adtak róla papírt. Maga a jegyző. Te meg a jegyződ. Ugyan! Csinálhatsz, amit akarsz. Én nem megyek innen sehova. Se a gyerekek. Hagyd már ezt a pálinkát, már hagyjad már. Nem érted, hogy hagyjad már eleget itt? Engedj már el. Ne csak itt légy, férfi. Az már egyből feltűnik minden nézőnek, hogy ugye fekete-fehér a film. Gábor, neked ebbe volt beleszólásod, hogy fekete-fehér legyen, vagy színes? Hivatalosan nem volt beleszólásom, de sokat beszélgettünk arról, hogy milyen formát kíván ez a történet, és milyen formát kíván ez a film, és én amellett emeltem fel a szavam, hogy ezt mindenképpen fekete-fehérben kellene leforgatni. Az én fejemben ez a film mindig úgy jelent meg, mint a hiányzó láncszem. A hiányzó láncszem az elbeszélt 20. századi magyar történelemben, vagy európai történelemben egy olyan láncszem, aminek el kellett volna készülnie, hogy a helyére illeszthessük valamikor az 1940-es évek végén, 50-es években, vagy legkésőbb a 60-as években. De sajnos Európában, nem csak Kelet-Európában, Nyugat-Európában sem készülhettek akkor még ilyen súlyú filmek, egész ritka kivétellel. De miért mondod, hogy hiányzó láncszem? Azért hiányzó láncszem, mert a filmtörténetben hiányzik ennek a korszaknak a feldolgozása, és ezért kellett fekete-fehérben, hogy bizonyos értelemben visszakerülhessen abba a történeti sorba. Tehát az a rész hiányzik, amely mondjuk a világháború után készült, már nem a világháború borzalmaival foglalkozik, hanem annak következményeivel. Igen, mondjuk egy kis még nem a kommunista diktatúra, ott volt 3 év a magyar történelemben, 2-3 év, amiről viszonylag szerény a tudásunk az átmeneti korszakról, és ez az átmeneti korszak nagyon sok drámát hordozott, és mi ezt próbáltuk megfogalmazni. Nem tudom, hogy színészként ez fontos-e, hogy egy film fekete-fehér vagy nem fekete-fehér, már ez a döntés érdekes, mert nagyon ritka, hogy erről egyáltalán beszélünk, hiszen a filmek ugye színes filmek szoktak lenni, de máshogy kell egy kicsit? A tapasztalásom az, hogy ilyen történeti kosztümös filmnek, és pláne annak a kornak, a fekete-fehér megfogalmazás jobban áll, koncentrál. Tehát én abban egészen biztos voltam, hogy amikor megtudtam, hogy fekete-fehérre forgatjuk, hogy ez a történetnek nagyon jól fog állni. És hát elemére, ahogyan ezt lefotózta, lefényképezte. Ragálj elemér. Hát ez az maga a zsenialitás.
Uh-huh. Tehát tudtam, de én nagyon örültem neki, hogy ez így alakult, hogy fekete-fehérre. Ugye a filmrendezője is azt mondta, hogy elképzelhetetlennek tartotta volna, hogy a nyár színei vagy a tavasz színei egyszer csak ebben a történetben valahogy jelen legyenek. De ennek a részletnek a kapcsán is szeretnék, és az emlékezet kapcsán is szeretnék veletek arra beszélni, hogy egyikötök se élt ebben az időszakban, jóval később születtetek, de a családotok már élt, a felmenőitek éltek, a szüleitek, nagyszüleitek éltek. Szóval te például neked meséltek arról, hogy mi történt a családdal ebben az időszakban? Röviden, egyáltalán nem. Semmit, soha? És ugye ezt a kort nem hallottuk vissza, az azt is jelenti, vagy feltételezi, hogy a később mit sem. Tehát elhangzott, hogy hiányzik egy láncszem, de a következő is hiányzik. Tehát ez a film érzésem szerint, ez a gondolat érzésem szerint a kultúránkban, nagyon fontos volt, hogy megjelenjem. Uh-huh. És ementén majd úgy gondolom, hogy az emlékezett kultúránk mentén majd tovább lehet fölbontani a belső folyamatainkat, amiről mi nem tudtunk, és éppen azért, hogy bizonyos folyamatok ne ismétlődhessenek meg. Nagyon fontos. Erre visszatérünk, csak tényleg az érdekel, hogy elkezdett érdekelni akkor téged az jobban, amit eddig nem tudtál mondjuk a saját családodról? Engem azt vette vissza, hogy felnőtt koromban egyre inkább azok a gondolatok, érzetek működtetnek, amelyeket nem kaptam meg, vagyis ilyen értelemben a hiány érzeteimből táplálkozom. Aha, és ez is egy hiányérzet. Igen. De azt tudjuk, hogy hol éltek a szüleid, nagyszüleid? Én Debrecenben születtem Hortobágy Kónyára. Az egy majorság volt. 58-ban, igen. És el kellett elnie közel 40 esztendőnek, amikor elmentem az őrségbe, ott hallottam, meg ott tudtam meg, hogy az őrségből Hortobágykónyára voltak kitelepítve az emberek. Aztán később megtudtam, hogy a mellettünk lévő Blága tanyában voltak kitelepítve, és azt is megtudtam egy őrségi nénitől, hogy azt a házat, amelyben mi beleköltöztünk 56-57 környékén, azt a házat az ő papája és mamája építette maguknak. Egy őrségi nő. Ott tudtam meg a történelmemet, a sajátomat. 40 év múlva. Tehát a te szüleid őrségből kerültek Debrecenbe? Nem, ők ott, mi ott éltünk, csak én az őrségbe kerültem ugye jó pár esztendővel ezelőtt, és ott találkoztam, hogy hová születtem. Tehát egy őrségbe kellett eljöjjek ahhoz, hogy megtudjam, hogy mik történtek Hortobágy Kónyán 53-ban. Aha. És te, Gábor? Te mit tudsz arról, hogy 45-ben, tehát a világháború után, mit csinált a családod? Visszajöttek a deportálásból. Az szüleimet gyerekként deportálták a nagyanyáimmal és más idősebb családtagokkal. A szélesebb családban nagyon sokan nem tértek vissza, meggyilkolták őket. A nagyapáim a keleti fronton munkaszolgálatosként haltak meg. Nem tudni pontosan a körülményeket, hogy megölték őket ellenséges tűzben, vagy más körülmények között megfagytak, éhen haltak, ezt nem lehet tudni. Tehát nekem a történelem, amiről én viszonylag hamar tudomást szereztem, nem volt titok a családban, legfeljebb, ahogy a túlélő családokban nehezen kérdez a gyerek, mert úgy érzi, hogy fájdalmat okoz a kérdéseivel, a szülők pedig azért nem beszélnek róla, mert azt hiszik, hogy a gyereket nem érdekli, és nem akarják ezzel terhelni. Szóval ez jellemző volt nálunk is, hogy kis zavar volt mindekörül, de én kérdeztem. És mikor kezdtél kérdezni? Kérdeztem viszonylag hamar már az általános iskola gimnázium tájékán, és aztán később még egy-két körben, hogy 10 évenként felmerült intenzíven ez a téma, és akkor egyre mélyült a tudás, és később már egyre tudatosabban kérdeztem, és bátrabban, amikor, hogy úgy mondjam, ennek a szakirodalmával megismerkedtem, és tudtam, hogy beszélni kell, és kérdezni kell, mert lehet kérdezni, és kell kérdezni. Hány évesek voltak, amikor deportálták őket? A szüleim? 6 éves volt az apám, és 3 éves volt az anyám. És hány évesek voltak, amikor... Ők ausztriai lágerekben voltak, így élhették túl. Igen. A nagyanyáimmal, és hát egy év, 9 hónap, 10 hónap leforgása után... Ez akkor már tulajdonképpen nekik személyes emlékeik? Nekik foltokban vannak személyes emlékeik, elsősorban zsigeri emlékek. Például, ahogy visszafele jönnek a vagonba, és kinyitják a vagonajtót, és nyitva lehet a vagonajtó. Ez az apámnak egy meghatározó élménye. Ez a szabadság jelképe.
az anyámnak elsősorban az éhezéssel kapcsolatos emlékei vannak, és azzal kapcsolatos emlékek, hogy adtak neki, valaki adott neki enni, ami inkább egy ilyen inverz emlék lehet, ami az éhezésnek egy fedő története. De nagyon sok ilyen apró zsigeri emlék, egy bombázás emléke, amikor a vagonban voltak ez apámnak visszatérő emléke, és hát nála is az első falatok, a csokoládé, amit először kaptak a felszabadítóktól, vagy egy húskonzerv. És mit meséltek a hazatérésről, tehát a visszatérésről? Vegyes emlékek vannak. Az anyámnak vannak pozitív emlékei, hogy elzavarják a faluban a Strómant, aki az ő boltjukba volt, és szeretettel fogadják, volt szomszédok. Az apámnak más emlékei vannak, tehát, hogy laknak a lakásukban, laknak rokonok lakásaiban, más lakásba kell költözni, össze kell költözni valakivel. Ez az egész kaotikus 45-ös év, ez megjelenik az ő történeteikben, és természetesen én is táplálkoztam ebből, amikor az írói munkám során a történelemhez nyúltam, akár a 44-45-ös élményekhez, akár későbbi történetekhez. Igen, bizonyos motívum, híván akár még ebben a filmben is megjelennek, teljesen személyes motívumaid. Nálatok szerinted miért volt hallgatás? Hát ugye én anyán nőttem föl, osztatlan iskolában végeztem az első 4 évemet, apám pedig 6 elemit végzett, tehát nem volt egy művelté tájékozott, és ugye ő sem volt azért még nagy felnőtt abban az időszakban. És valahogy ez akkor tényleg, de iskolában sem, otthon sem, tényleg úgy éltem egy gyerekként, hogy ez mintha nem is lett volna, nem történt semmi. Tehát, hogy ha csak azt mondom, hogy a holokauszt fogalmával, hogy egészen késő tudom, gimnázium környékén, vagy késő fiatal koromban hallottam a szót magát. A 70-es években. Körül akkor, és akkor még az ember, akkor én még a mögöttesét még mindig nem tudtam. Tehát azért, hogy micsoda bűn ez, tehát valahogy ez egy szándékos folyamatnak volt része az, hogy én, személy szerint én ne tudhassak erről semmit. Tehát ezért gondolom én azt, hogy ma már, amikor az embernek erről már lehet kibővített művészi, szakmai, emberi, mindenféle fogalom és tájékozódási lehetőség, akkor meg is kell tennünk. És nekem is. Azt, amit az ember ebben a munkában, ebben a dologban, ebben a gondolatban, ebben a morálban meg tud tenni, azt meg kell tenni. Szerintem ezért is nagyon érdekes, hogy ti ültök most egymás mellett, hogy egy mennyire más családból, egy mennyire más élményanyaggal érkeztetek, hogy van, ahol a család történelemnek a természetes része, a múltról való, a legszörnyűségesebb múltról való beszéd, és van, ahol pedig egyáltalán nem a része, mert egy vidéki 6 elemit végzett édesapa nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy mennyire más utat kellett bejárnotok, hogy egyáltalán érzékeljétek, hogy mi történt a 40-es években. Mutatunk egy következő részletet, ebben a részletben, hát ez már a filmnek egy nagyon durva részlete, már lelkileg, mert hogy különösebb agresszió nincs ebben a filmben, de egy fenyegetésről szól, tehát hogy a te karaktered, te figurádat hogyan fenyegeti meg a jegyző, ennek a falunak az élethalál ura. Ugat a kocsmában, mindenki előtt. Elment az eszed, Bondi. Össze-vissza pofázom mindenkinek. Csak magaddal baszol ki, ha ezt a fejedre olvassák. A te aláírásod van rajta. És most takarodj haza. Józanodj ki! Mielőtt nagyobb bajod esik. Ugye az feltűnő, hogy a Rudolf Péter figurája, ez a jegyzőnek a figurája, hát kopasz, politikus, agresszor, olyan rákos is egyébként, vagy szóval ilyen rákos isra van fazonírozva, nem? Hát inkább azt mondanám, hogy a magyar történelemben ismétlődően megjelennek ezek a erőszakos emberek, akik kicsik, kopaszok. Hát kicsik, kopaszok, hajuk van, vagy nincs hajuk. Szóval az a lényeg, hogy valami agressziót sugároz a lényük, és kiskirályokká válnak.
ismerős ez sokak számára, sok nemzedék számára. De nem akart hiszem. Akkor ezek szerint Rákosi lenni, vagy nem akart? Nem, nem hiszem, hogy ez munkált volna a rendező, vagy a Rudolf Péter fejében, amikor döntöttek erről a külsőről. Inkább egy jelképes, erőszakos, drabális figurát akartak megtestesíteni. Tudod, meg azt szerettem volna kérdezni, hogy nagyon sok szerepetben visszaköszön ez az iszákos vonal, nem? Vagy ahogy így végig gondolom, hogy miből, vagy miben láttalak én téged, vagy miből ismered a nagy közösség, akkor sokszor visszajön. Ez érdekes. Igen? Nem zavar téged ez, mondjuk egy ilyen skatulyaként? Nem, hát ez az ilyen típusú jelenlét, vagy szerepjátszás, amit ez az iszákosság tud nyújtani, vagy tenni, az tulajdonképpen egy színész számára felszabadító is, tehát a fantázia, a képzelés, a fantázia ebben a pillanatban el tud szállni, mert ugye, ahogy hallottuk, hogy borban az igazság, és borban a bú, tehát benne van a fájdalom, és a fájdalom ábrázolásának a nyitottabb lehetősége. Aha. Tehát azért az önmagában egy ilyen állapotú arc alatt találkozunk, már rajta van valami egészen, annak a lehetősége is, hogy minden, vagy váratlan cselekedet, vagy szóval annyi minden lehetőséget kéne egy színésznek. És hát ne felejtsük el, hogy itt azt is hivatott jelezni ez az iszákosság, hogy itt egy fellazult személyiségről van szó, aki fordulatot él át a történet során, tehát aki korábban feljelentett, együttműködött a jegyzővel a vagyonszerzés érdekében, de a történet során hirtelen rádöbben, hogy itt valami bűnt követett el, és ennek következtében történik vele a fordulat. Ez nagyon fontos, ez a bűn. Tehát te például hogy értelmezed, hogy ez a figura miért jön rá? Vagy miért érzékeli sokkal mélyebben ezt a helyzetet, mint sokan körülötte, akik vállat vonnak, mennek tovább, vagy a saját felesége, aki azt mondja, már pedig innen nem mozdulunk el többet. Ez egy a színi számba elvégezhető háttérmunka, hogy az ember hogyan motiválja ezt a figurát. Az én megfejtésem az volt, hogy ő tudta az első perctől kezdve, és mint egy morális lény, vagy a közelben lévő lény, ő tudta, hogy azért nem járja, sőt bűnös dolog az, hogy valaki más vagyonát, más, nem a tiéd, az nem a tiéd, az soha nem ez a tiéd, nem lehet a tiéd. Aztán az, hogy az alkohol ebben mennyiben volt. Nem gondolom, hogy az alkohol. Inkább... Na, így pontosan, hogy ebben nincs szerep, vagy nem kell, hogy szerepel. Az inkább egy következmény valószínűleg. Igen, esetleg. Tehát én úgy azt gondoltam, hogy ő egy morális lény ebben a faluban? Tehát azon kevesek egyike, bűntudattal aki... Bűntudattal lévő lény. És az is gondolom egyébként, hogy a bűntudat az nem csak magán, hogy ilyen helyzetben, a bűntudat egy közösségi bűntudat is. Csak benne, ebben a figurában ez megfogalmazódik és megjelenik. Mondd, Gábor. Nagyon sokféle karakter, nagyon sokféle reakciója megjelenik ebben a filmben. Tehát azt gondolom, hogy ha van, több érdeme van ennek a filmnek, amit én ugye, aki az irodalmi alapanyagot szolgáltattam, mondhatom talán elfogulatlanul, hogy az árnyaltság például, ahogy egy falu közösségének megjelenése során annyiféle karakter megjelenik, ez például egy különös egyediség a filmnek. Ez egy speciális helyzet, bocsánat, nyugodt a fejezben. Tehát, hogy speciális egyedisége a filmnek, hogy sokféle reakciót látunk. Olyan, mint a társadalom. Tehát igyekeztünk elvonatkoztatni, túllépni minden ideológiai berögződésen, minden sematizmuson, és megpróbáltunk már a történetben is igazi emberi figurákat teremteni, és a forgatókönyv során is. Egyfelől igen, másfelől ugye itt egyes emberek reakcióit látjuk, de ha meg nagyra kivetítjük, és én ezért is tartom nagyon fontosnak ezt a filmet, és nagyon fontosnak azt a figurát, akit te alakítasz, mert hogy ővel megtörténik valami szembenézés. Pont olyasmi, amit mostanában hiányolni szoktunk magunkból, a magyarokból, hogy vajon szembenézünk-e azokkal a dolgokkal, amikkel szembe kéne nézni. Szembenézünk-e a történelmünkkel, a múlttal. És ezért érdekel engem nagyon, hogyha kicsit kilépünk a történet kereteiből, ha kicsit kilépünk ebből a mikrovilágból, ami egy falu, és ezt az egészet átültetjük nagyba, akkor ti gondolkodtok-e azon, hogy egy ilyen film bárkiben okozhat-e akár olyan fordulatot, mint ebben a figurában? De hát tegyük vagy kell-e? Vagy te mit gondolsz erről? Tegyük be ezt a gondolatot ide a stúdióba. Uh-huh. Hiszen már, amikről eddig beszéltünk, hiszen már eddig is olyan új információkat kaptunk egymástól, egy bizonyos gondolat okán.
Tehát ennek a filmnek, ennek a történetnek, ennek a fikciónak, ennek az is dolga, gondolom, jó esetben, hogy azon túl, hogy a nézőt a mozikban egy élményhez juttatja, egy fikciós élményhez, egy történeti élményhez, de amikor kijön a moziból, akkor tudjon valami fontosra és fontos fölött is eltűnődni, hogy ez megtörténhetett volna vele, aha, körülötte, általa. Tehát ez egy nagyon fontos, ilyen filmnek nagyon kell dukkolni. Vagy éppen mit tenne egy hasonló helyzetben? Na de ezt a kérdést most hadd tegyem föl nektek. Amikor Rudolf Péter itt ült még pár hónapja, még nem láthattam a filmet, de már ő akkor ezt pedzegette, hogy ő elgondolkodott a film kapcsán azon, hogy ő meddig asszisztálna, vagy mi az, amit már kikérne magának. Ti például ezt az önvizsgálatot, és tényleg nem színészként és nem íróként, vagy hát nem tudom, ez mennyire leválasztható, de hogy te, mint József, te, mint Gábor, hogy elvégeztétek, hogy én, ha akkor élek, akkor vajon mit évű leszek? Vagy az én életemben akár, ha nem is ilyen erős helyzet, mert a ti életetekben nem volt már ilyen erős helyzet, de mondjuk hasonló helyzet előállt-e, hogy nagyon markáns döntést kellett hoznom? Nagyon fontos dolog, hogy az ember a haladással, a időmúlásával, a történelmi időmúlásával, az ember önmagában gén állományák szerint nem változik. Tehát az emberben lévő agressziós készség és képesség az mindannyiunkban megvan. Tehát nagyon fontos egy ilyen történelmi szituációt félni. Ez nagyon fontos. Tehát nekem van ilyen gondolatom, hogy egy ilyen szituációt én félnék, mert valóban egyszer csak elkezd kezdeni nagy döntés meghozni, részt venni valamiben, amihez nincs közöm, és az ember elkezd sodródni, elkezd uszulni. Az ember kész és képes uszulni bizonyos gondolatok mentén, hogy ebben hogyan tudok én megállni, hogyan tudok én ebben a saját életemben bevinni fordulatot. Ez a morális kiállás, hogy hogyan tud az emberre megtörténni. Tehát én ettől nagyon félnék, és magamat is félteném ettől, tehát ezért kell vele foglalkozni. De kicsiben hoz ilyeneket az élet, amikor minden morális kiállásra van szükség. Az agresszióhoz minden nap jelen van, és minden nap döntünk valamilyen irányba. Neked mi volt mondjuk egy nehéz döntésed? Hát ilyen irányú nehéz döntésre nem emlékszem. Nyilván nem is erről beszélünk, hogy valakiket írtanak melletted, vagy nem tudom, elveszik a vagyonukat. Értem a kérdést, hogy inkább, és az a baj, hogy ha igazán mélyen bele vizsgálom, akkor mindig a rossz döntés után van a kérdés. Tehát az ember elköveti a hibát. Mit követtél el? Hazudtál, loptál, volt. Te csináltál ilyet? Gyerekkoromban? Talán egyszer igen. És soha többé. Mert akkor átgondoltad? Ne, úgy megijedtem tőle, hogy ez velem megtörtént. Hogy bűn. Hát te persze. Milyen élő tabuk vannak, amiket el tud nyomni magában az ember egy olyan helyzetben, amikor állami felhatalmazást kap például arra, hogy elvegye azt, ami a másé. Az igazán nagy dráma ebben a történetben, ami a filmünkben van, hogy valóban az állam felhatalmazta a társadalmat 1938 és 44 között különösen, de a 20-as évektől kezdve több alkalommal, hogy a diszkriminált állampolgárok javait megszerezze. Uh-huh. A zsidó törvények nyomán eljutott oda a társadalom, hogy fokozatosan beszűkítette egy társadalmi csoport lehetőségeit és a vagyonát megszerezte. És amikor olyan helyzetbe került egy falusi közösség vagy egy kisebb közösség, hogy 1944-ben deportálták a zsidókat, és utána kedvezményes árveréseket tartott a közigazgatás, amiben részesülhettek, és ráadásul morális felhatalmazásuk is volt, hiszen kibombázottak voltak, Erdélyből menekültek voltak, nincstelenek voltak, évtizedes nyomor állt mögöttük, és egyszer csak azt érezték, hogy az állam megkínálja őket valamivel, nem tudtak ellenállni. Tehát roppant nehéz erkölcsi helyzet, miközben ma utólag meg tudjuk ítélni, hogy mi a jó, mi a rossz, és pontosan tudunk véleményt alkotni, akkor egy csomó ember számára ez nem volt nyilvánvaló. És de mondja, utána, amikor egy évvel később, ez az állam felelőssége. Ez nem volt kibeszélve, és jött a kulák kitelepítés. És ugyanaz megtörtént. És az 50-es években ugyanúgy elvettek, államosítottak, szétosztottak. Szétlopkodták. Ugyanaz megtörtént. Ugyanaz bekövetkezhet újra és újra más formában, akár napjainkban is szembesülhet valaki olyan vagyonátruházással, ami mögött nem feltétlenül teljes törvényes háttér van, hanem hatalmi helyzet.
Tehát ezek nagyon érzékeny erkölcsi szituációk, és azt gondolom, hogy nem tudhatjuk, hogy határhelyzetekben hogyan reagálunk. Kisebb helyzetekben tudhatjuk, hogy tudunk ellenállni, nem tudunk ellenállni, csendben maradunk, vagy felállunk és tiltakozunk, de nem biztos, hogy nagyobb nyomás hatására, amikor félelemben kell dönteni, igazi félelemben kell döntenünk, akkor hogyan cselekszünk. Jó, egy államnak ma mire van befolyása? Azt hiszem, hogy ilyen messze nem egyetlen, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak jól, szóval, hogy ilyen messzire nem jutunk. Viszont az biztos, hogy egy államnak például nagyon nagy felelőssége van abban, hogy mire emlékezik az a társadalom, amelyik egy országban él. Ugye ezt így emlékezett politikának, emlékezett kultúrának, különböző kifejezésekkel. Ti például mit gondoltok arról, hogy ma Magyarországon hogyan kellene, vagy mit kellene kezdeni az emlékezett kultúrával, politikával, kinek melyik fogalom tetszik, hogy legyen közös? Én nekem ehhez a gondolathoz saját személyes közöm és felelősségem van. Én ezt gondolom. Tehát a hatalom, vagy a kor, az legyen is szíves, teremtse meg a lehetőségét, a feltételeit, de benne nekem van saját személyes felelősségem abban, hogy az emlékezett kultúrában én hogyan tevékenykedem és mit teszek. És te mit teszel például? Én azt gondolom, hogy akkor, amikor elkezdtük Kovács Gyula elkezdte, és én támogatom ezt a munkát, elkezdte menteni Kárpát-medence pusztuló őshonos gyümölcsfáit. És ennek létrehoztuk az első kertjét Visszákon, a tündérkertet. És ma már Kárpát-medencében több mint 200 ilyen tündérkert van. És mentjük a gyümölcsfákat mindet, valamennyit, egyenként, névvel ellátva, históriával ellátva, mert minden fa származik valahonnan, minden őshonos gyümölcsfa valamely kertből származik, azt valaki beoltotta, és ebben a pillanatban részt veszünk valami kulturális őshonos kulturális tudat visszakérdezésében. És ebben én szerepet vállaltam, és viszek. És boldog vagyok tőle. Te, Gábor? Én kétféle választ adnék erre a kérdésre. Íróként én nagyon gyakran nyúltam olyan történelmi témákhoz, elsősorban 1945 utáni témákhoz, ami már az elhallgatással, a tabukkal, a diktatúra csendjével volt összefüggésben, a kibeszéletlen fájdalmakkal, az átadott traumákkal a következő nemzedéknek, akár a vészkorszak utóhatásairól van szó, akár felvidéki magyarok kitelepítéséről, magyarországi svábok kitelepítéséről, ahogy ebbe a kötetbe is szerepel többféle novella az 1945 és más történetekben. Tehát íróként ezek a társadalmilag érzékeny szituációk és a múlt nyakunkba lihegő emléke, amivel nem tudunk mit kezdeni, csak birkózunk vele, ezek állandóan ott vannak az írásaimban. A kortárs közélet vitáival kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy a 90-es évek csendje engem jobban irritált. Nem a szélsőségeség, ma a vitáink vannak emlékezett politikai kérdésekben. Találkozunk történelemhamisítási törekvésekkel, találkozunk az emlékezettért való kiállással, küzdenek egymással különböző történelemképek, de a nyilvánosság előtt küzdenek. Ma artikulálódnak ezek a különböző nézetek. És azt mondja, hogy ez egy nagy előrelépés? Ez számomra nem feltétlenül gondolom azt, hogy mindenki jobban érzi magát ettől, nem is biztos, hogy mindenki perspektívikusan nézi ezt a folyamatot. Én nagyon intenzíven figyeltem ezt a 90-es évek kezdetétől fogva. Tehát engem sokkal jobban irritált, amikor a 90-es években mindenféle lapok legyintettek ilyen témákra, poszt-holokauszt történetekre. Nehezebb volt ezeket megjelentetni, nem érezték a jelentőségét. Nem volt annyira benne a kultúránkban. Ma sokkal inkább jelen van. És ha vitatkozunk is, ma mindenki tudja, hogy ez a téma. Na ebben például ti nagyon jók voltatok, én fültanúja voltam a Nemzeti Színházban olyan vitáknak, ami többnyire közted és a Hollósi Frigyes között zajlottak, aki sajnos már nem él, de én magam is ültem ott a színészbüfében, amikor ti ordibáltatok egymással, de valahogy a szeretettel együtt ordibáltatok politikai kérdésekben. Szóval, hogy ti például ezt a vitát, ezt a maximumra járattátok a Nemzetiben. Egy apró történet. Sok-sok éve nyírtuk egymást a Fricével, tényleg ordítva, egészen a próbakezdésig, és mindezt hallgatta a Bodrövi Gyula, hogy mi hogy nyírjuk egymást, és egyszer megszólalt azt, hogy fiúk, várjatok. Figyellek titeket már évek óta. Jól értem én azt, hogy Frici, te baloldali vagy, Jóska meg jobboldali? Összenézzük a Fricivel, és mondtuk, hogy jól érted, Gyula, jól érted. És ez nagyszerű dolog ám.
Tehát az, hogy a vita az vélemény ütköztetés, az vélemény csere, de nem sértette meg, és én ezért nagyon gyanakodva figyelem ezeket a fogalmakat, hogy nem sértette fel a barátságot. Nem sértette föl. De ugyanakkor mi van? Mára se sértette volna föl? Nem tudom. Hogyan? Hogy mára se sértette volna de föl? De ebben nekem van dolgom, aha, meg a Fricinek. Tehát itt a személyes felelősség. Vagy mondok egy példát, az előbb elfelejtettem. 2007-ben építettük meg Viszlákon a Pajta Színházamat. És Avas Jóska megkérdezte tőlem, hogy Jóska, mit csinálnál te, ha én polgármester lennék? És megállapodtunk abban, hogy ha a Kultúrpajta vagy Pajta Színház, vagy jövőben Kasszás Attila Pajta Színház, akkor tudja elkezdeni a tevékenységét pontosan, hogyha legelőször is megemlékezünk és emléket állítunk a faluból kitelepítetteknek, és ott van Viszlákon egy emlékfa, rá fölvésve a három család neve, uh-huh, és amiről Viszlákon soha nem beszéltek addig. Nem beszéltek, és egyszer csak valami elhangzott, és ettől kezdve már lehet beszélgetni. De mondok, bocsánat, ez is egy alapvető változás az emlékezetben. A 90-es évek azzal telt, hogy úgy tömegként emlékeztünk a deportáltakra, a kitelepítettekre, és a 2000-es években következett be az a fordulat, hogy az emlékezetnek a személyessége, igen, az oktatásban is a személyességet egy-egy család történetén mutatják be, a vészkorszakot vagy a kommunista diktatúrát, mert így sokkal közelebb kerülhet a diák. Hát személyesebb, de sokszínűbbé is, tehát. Sokszínűbbé, de egyszerűen megközelíthetőbb. Az együttérzés lehetősége könnyen csákirálkozik. Jó, de mondok valamit, kicsit visszakanyarodik a filmhez, de mégis csak arra reagál, amit mondtatok. Egyik nap a Facebook földobta nekem az 1945 című film Facebook oldalát, ahol éppen egy interjút idéztek, amely Török Ferivel, a filmrendezőivel készült, és megnéztem a kommenteket, és elképesztően szélsőséges kommentek érkeztek ennek a filmnek a témájára, anélkül, hogy látták volna az emberek, hiszen még nem láthatták. De mondjuk a 90%-a a kommenteknek arról szólt, hogy már megint egy ilyen film, már megint a zsidók, már megint a Kón, a Rákosi, a nem tudom micsoda. Tehát, hogy mégiscsak az a helyzet, hogy valahogy, noha nem látták még a filmet, és nem tudják, hogy miről beszél ez a film, hogy mégiscsak van egy ilyen nagyon erős, hát nem tudom, ilyen vélemény, ami megjelenik egy ilyen film kapcsán, és ez az, amivel kezdeni kell valamit. Nem biztos. Én nem gondolom, hogy tudnék, azok ragadnak klaviatúrát, tollat, akik szélsőségesek. A nagy többség az általában nem akar heves véleményt nyilvánítani, vagy van neki véleménye, vagy nincs, megnézi a filmet, vagy nem nézi meg. A radikális álláspontok jelennek meg nagyon sokszor az internetes térben, ahogy a híradókban is a gyilkosságok, a merényletek, a hírek. Tehát ne okozzon ez egy teljes érzékcsalódást. Én azt gondolom, hogy ez nem fejezi ki a társadalom egészének álláspontját, ez egy radikális kisebbség álláspontja, amivel nem biztos, nem mindenki meggyőzhető. Én nem hiszek abban a pedagógiában, hogy mindenkit fel lehet világosítani, mindenkit meg lehet győzni humánus elvekről. De szerintetek például ti közös nevezőre tudnátok jutni a szabadságtéri emlékmű kapcsán? Sose beszélgettünk erről. Nem tudom, hogy közös nevezőre tudnánk jutni, de tudnánk civilizáltan beszélgetni róla. Igen. Fogalmam sincs. Tehát ez sose. Te mit gondolsz róla? Az emlékműről? Igen. Az emlékműről azt gondolom, hogy ebben a formájában történelemhamisító, szimbolikájában hasonlóképpen nem helytálló. Nyilvánvalóan lehetne ennél okosabb, bölcsebb és igazabb szobrot állítani. Egy dolgot hadd mondjak, ez egy fontos dolog. Magyarországon az emlékezet kultúrában, az emlékezet politikában két dolgot látunk. A maradandó emlékezet jelképei az alkotmány alaptörvény preambulumában, vagy a szabadságtéri szoborban helytelenül, hamisan, önfelmentő módon van megjelenítve a történelem. A kortárs gesztusok a zsidó közösség felé, a holokauszt emlékezet, holokauszt ünnepségek sokaságában pedig kifejezi a hatalom az együttérzését az áldozatok vagy az áldozatok utódai felé, vagy megjeleníti azt, hogy ez helytelen volt. Uh-huh. Tehát itt látok egy ellentmondást, egy kettősséget, amiben lenne teendő. És te mit gondolsz ugyanerről az emlékmű? Igen, én ezt fontosnak tartottam, és hasznosnak is, hogy hasznossá válik a közösség számára. Az azon múlik, hogy az a szimbolika, amit próbál megjeleníteni, hogy abban történik-e, mondjuk kettőnk között történhet-e egy közelítése, egy fogalom közelítésnek, vagy lehet, hogy kiderül, hogy én az én látószögem az ilyen, az ő látószöge az olyan,
és azon belül pedig biztos vagyok benne, hogy elkezdenénk tudni indulat és előítélet nélkül valami, akár arról konkrét szoborcsoport, vagy szoborról, vagy emlékműről beszélgetni, fölbukálnak olyan gondolatok, amik szerintem hasznossá tehetnék. De te nem mondanád, vagy itt azért ez egy nagyon erős szó, hogy történelem hamisító. Te ezt gondolod? Én nem, én azt gondolom, hogy hogy itt van egy valamit én előítéletesnek érzek valami a megközelítésben. Tehát én nem vonom kétségbe a gondolat jó szándékát, humán szándékát. De itt a történelmünkben itt van megint egy olyan kibeszéletlen feszültség, ami ilyenkor feszül. És abban én tehát nem vagyok álnaív és naív, és látom a mű által létrejött konfliktust és háborút és harcot és küzdelmet, de ezt valahogyan, ha nem is annak kapcsán, de ezt a küzdelmet, ezt valahogyan, ha nem is békévé enyhíteni vagy oldani, de valahogy kulturáltan nemzeti kérdésként, vagy közösségi kérdésként, vagy baráti beszélgetés kérdésként kellene tudnunk kezelni. Hát a film sokkal komplexebben jeleníti meg a történelemhozó viszonyt, a felelősség kérdését, mint egy szimplifikáló szobor üzenete. Én ezt tudom mondani. És azt gondolom, hogy műalkotások a maguk komplexitásában tudják megjeleníteni ezt az igen-igen bonyolult 20. századi magyar történelmet, mert a politika mindig aktuális érdekek mentén szavazatmaximálási törekvéssel jelenít meg valamit a történelemből, ezért inkább az lenne a helyes, ha a politikusok kicsit távolabb tartanák magukat a történelemtől, és pedagógusokra adnák, történészekre, másokra, akik nem eszközként használják, nem instrumentalizálni akarják, hanem maga komplex mi voltában megmutatni. Van még egy részünk, egy nagyon fontos jelenet ennek a filmnek, nem spoilerezzünk, meg nem lövöm le erről, hogy mi történik ezzel a figurával, de van egy nagyon fontos beszélgetés, ami elhangzik, a jegyző fia, tehát ennek a kiskirálynak a fia, és a, hogy hívják a figurádat? Kustár János között. Mondanom kell magának valamit. Az apja iratta velem a feljelentő levelet Polák ellen. Ezért vitték el előbb, mint a többieket. Ha visszajönnek, magának tudnia kell. Mit akart itt a Kustár? Tudja azt maga nagyon jól. Mit tudsz te? Egy lányt se tudtál keríteni magadnak. A katonaságot is én intéztem el. Egy vagyomba került, hogy ne vigyenek el megdögleni a frontból, és akkor te pofázol nekem. Hát ezt is én intéztem. Visszaadom a boltot. Dehogy adod. Dehogy adod. Az anyád keservit. Nem adod. Nem képzeled, hogy csak úgy visszaadjuk a jussunkat. Papír van róla, hogy a tied. Tásnádi Bence szerepelt még ebben a jelenetben. Megtörtént most velem az, amikor forgattuk. Hogy annyira, ahogy belementem, annyira izgatott voltam. Mert olyan valóságosnak éreztem, és olyan fontosnak éreztem az egész film szempontjából, és fordulatnak azt a jelenetet, hogy most is elkezdtem közbeizgítettem válni. De végül is mi történik? Hogy megtörténik a fordulat. Tehát, hogy valaki belátja, bevallja. Vallomás, ez vallomás. Egyszer valami fölösszak. Hát hogy remekbe mondtam azt a kis monologot, hiszen most valami fölösszakat is. Ugye a film idő az másfél-két óra. Hát olyasmi. Hát, másfél óra a film, és 3-4 órát. Ez életen fontos egy ember életében egy ilyen... És ráadásul ez jelenet nincs benne a novellában. Ez nincs benne a novellában. Nincs benne a novellában. A novellában Kustár úgy búcsúzik el az olvasó Kustártól, hogy ki menekül a faluból, menekül és fut. Na de miért fontos annyira, vagy miért tartottam én fontosnak, hogy megmutassuk ezt a jelenetet? Mert hogy az egész, amiről beszéltünk, hogy hogyan reagál a társadalom, meg az egyén ezekre a nagyon nehéz kérdésekre, hogy pont valami ilyesmit szeretnénk, nem? Hogy valaki őszintén nézzen szembe azzal, amit elkövetett, hogy adott esetben merje kimondani, hogy hibáztam, hogy bűnös vagyok, és merje továbbadni, hiszen mi történik, továbbadja, és a másik, a fiú, a fiatal, ő már egy másik nézőpontból indul neki, egyáltalán nem az apával tart, hanem a becsülettel tart. Szóval én ezért tartom ezt például egy nagyon fontos jelenetnek. És hirtelen döntött ő is,
a gyerek is, neki is hirtelen kellett fölismerni, hogy itt a pillanat. Tehát hogy lehet, hova állok? Lehet, hogy milyen, nagyon, ez nagyon érdekes, én szempontból ez a döntésed, hogy ide választottad. Hát ezért gondolom, hogy ez, mondjuk ez az, ami így a társadalomra nézve egy fontos dolog lehetne. Meg a folyamatot végignézni, hogy hogy jutnak el, tehát a szorongástól hogy jutnak el a bűnvallomásig, vagy a szorongástól hogy jut el valaki az agresszióig, az egymással való agresszióig, egy közösség hogy próbálja a belőle kibeszélőt, a közösségi normákat, felmondót, aki a szabadságot, az igazságot és a tisztességet választaná inkább a lojalitás helyett, hogyan próbálja maga alá gyűrni. Az előbb elhangzott, kommentek közben semmit nem lehet megbeszélni. Éppen ezért kijelentem, én kommentet nem is olvasok. Hanem inkább szerepelsz egy ilyen filmben. Mondjuk igen. Sok sikert a filmhez, és Gábor, neked meg külön sok sikert ahhoz, hogy április 21-én bemutatjátok az 1945 és más történetek című könyvet. Ennek a könyvnek a vezető első novellája a Hazatérés, és az az irodalmi alapja tulajdonképpen ennek a filmnek. Érdemes is összehasonlítani, még számtalan aspektusról beszélhettünk volna, ami a novellában kevésbé, vagy éppen kiélezettebben jelenik meg, mint a filmben. Szóval április 20-ától a mozikban a film, és 21-én pedig, aki kíváncsi, Rudolf Péterre és Nagy Kálózi Eszterrel együtt mutatjátok. És Török Ferenccel a könyvfesztiválon délután 4 órakor pénteken. Igen. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek és beszélgetünk egy kicsit azokról a kérdésekről, amelyeket egyébként ez a film azt gondolom, hogy maximálisan felveti. Így köszönjük. Szarvas Józseffel és Szántó T. Gáborral beszélgettem az elmúlt percekben. Ha visszanéznék ezt a műsort, akkor megtehetik a YouTube-on, vagy a Facebookon keressenek engem. Jó éjszakát kívánok!